Minden esztendőben a Bonyhádi idős otthon lakói és a családok tagjai közös programon vesznek részt. A cél az, hogy a szépkorúak érezzék, attól, mert napjaikat egy közösségben töltik, ahol értő és óvó szakemberek is vigyáznak rájuk, nem szakadnak el a családtól sem. Ahol esetleg nem képesek megadni számukra mindazt az odafigyelést, amit állapotuk meg kívánna. Részesei ők a családnak is, és az idősek közösségének is. Erre a napra, mint minden az idősek otthonában lezajló eseményre, hónapokig készülnek a lakók és a szakmai stáb tagjai. Ez egy mesterségesen összerakott nagy család, hangzott el a rendezvényen, akinek Kis Kelemen Eszter, az idősek otthona vezetője az anyja, és mint ahogy általában az anyáknak, neki sincs egyszerű dolga. Amikor egy ilyen mesterségesen összerakott nagy családot kell gyakorlatilag formálni a mindennapokban, az időnként támaszt elén kihívást. Azt gondoljuk, hogy egy-egy ilyen program kifejezetten jótékonyan tudja segíteni egy közösség életét, hiszen azt mindig formálni kell, azt mindig gyúrni kell ahhoz, hogy működni tudjon. Körülbelül egy másfél hónapja napi szinten készülnek a mentálhigiénés kollégával karöltve, tehát az ő instrukcióit követve, de hétvégente is lelkesen, ügyesen próbálnak. Tényleg ez egy felelősségteljes vállalás a lakóink részéről is. Szeretnék megmutatni, hogy mit tudnak a családjaiknak, úgyhogy egy jó nap reményében. A mindennapos aktivitás is mindenképpen fontos, hiszen egyrészt valóban rendkívül jól formálja a közösséget, másrészt pedig kifejezetten jótékony hatású az állapotromlás lassításában, tehát általában véve az aktív élet, mint olyan, az fontos része. Ezeken a napokon felidéződnek az elmúlt év legfontosabb eseményei és történései, melyek hosszú időre aztán beszédtémák maradnak a lakók között. Mint minden esztendőben idén is ellátogatott az otthon lakóihoz Filóné Ferenc Ibolya, polgármester is. Két gondolat azért mégiscsak megfogalmazódott bennem. Egyrészt az, hogy a mai világunkban, hogyha csak a szűkebb hazánkat nézzük, de a nagyvilágba is kitekintünk a tévén keresztül, akkor azt látjuk, hogy a biztonság, mint fogalom, az nagyon felértékelődött. És egy idős embernek meg eleve nagyon fontos az, hogy biztonságban érezze magát. Természetesen itt lehet gondolni nagyon sok mindenre, létbiztonságra, közbiztonságra, és sok-sok minden válfaja van ennek a fogalomnak. Én, ha egy mondatban össze akarnám foglalni ennek a lényegét, akkor azt úgy tenném meg, hogy szerintem a fenntartó, az a Bölcsegi Önkormányzatok Társulása az intézmény vezetőivel és valamennyi dolgozójával ezt a biztonságot, ezt az otthonérzést igyekszik megteremteni a hétköznapokban, és remélem, hogy ezt önök is érzik, hogy ez így van. A másik, amit fontosnak tartok elmondani, hogy a hétköznapok nagyon fontosak, hiszen minden nap éljük a magunkért ki, a maga munkaterületén, vagy a önök itt az otthonban. De ünnepelni is nagyon fontos. Igenis, hogy néha fel kell öltözni, csinosan, szép ruhát, ünneplőt húzni, megtisztelni egymást azzal, hogy egy picit mást fogunk megélni, és nem a hétköznapokat, és erre készülünk is mindig, lelkileg is, meg szellemileg is, meg minden formában, és szerintem az az út, ami elvezetett a mai napig, az a legfontosabb ebben. És persze nem maradhatott el az idősek által összeállított program sem a kínálatból, amire annyira készültek. Asszonya, kilenc lánya, nem győzi számlálni. Minden este kiállóba hívja vacsorázni. Az idősekkel való foglalkozás nem csak jellegét tekintve bonyolult, a közeg, amiben működtetni kell az intézményhálózatot sem könnyíti meg a szakmai stáb helyzetét. Az anyagi erőforrásaink korlátozottak, így nagyon szükségünk van a civil szervezetekre, illetve a családtagok hozzájárulására ahhoz, hogy színvonalasan tudjuk fenntartani az intézményünket, hogy az aktivitást tudjuk produkálni, ehhez anyagi források és lehetőségek kellenek. A gondozónak minden szükséges energiát befektetnek, de ezekhez szükségünk lenne apró kis segítség nyújtásokra, amit maximálisan megkapunk a családtagok által. A város is nagyon kezdeményező és nagyon hozzájárul ezekhez a programjainkhoz. Látják azt, hogy produktív tevékenységet végzünk, hogy az időseink mennyire jól érzik magukat az intézményi keretek között. Önállatos módon idősödő társadalomban élünk, ami azt jelenti, hogy 16 férőhelyünkre jelenleg 34-en állnak sorban. Minden nehézség ellenére egy-egy ilyen napnak
óriási energiája van. Ez egy nagyon-nagyon jó az itt élő idősek számára, hogy a baráti családi kapcsolatok működnek, hogy azért, mert intézményi keretek között élnek, attól még ugyanúgy a család tagjai. Bár egy második családot is biztosít az intézményünk számukra. Itt a természetesség és a családiasság, a bensőséges kapcsolatok megmutatása a külvilágnak, ezen van a hangsúly. Szóval nem másról van itt szó, mint a szeretetről, mely átlengte ezt a néhány órát, amíg az idős otthon közös családja és a bentlakók családjai együtt örültek a találkozásnak.